A Hodagró ZRT egy vegyes gazdálkodású mezőgazdasági cég, ez azt jelenti, hogy növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is foglalkozik. A növénytermesztést 4000 hektáros területen folytatjuk. A legnagyobb terület a őszi kalászos gabona. Ennek jelentős része vetőmag előállítás, mintegy 200 hektáron vetőmag borsó előállítás történik, ami a zöld borsónak a vetőmagja. Egy 5-600 hektáron napraforgót, szintén egy 5-600 hektáron szemes kukoricát, valamint közel 300 hektáron folytatunk őszi takarmánykeveréket, amely az állatállománynak, a kérdező állatállománynak biztosít szenás előállítást, és ezen kívül ezt másodvetésbe mindig beszoktuk vetni cirokkal és silló kukoricával. Ez a kettős termesztés, amikor az időjárás olyan, hercét termelünk szintén egy 2 és 300 hektár közötti területön, aztán lucérna területünk van szintén egy 200 hektár, ez a kérődző állatainknak a takarmány szükségletének a biztosítása. A tejelő tehenészetünk egy 650 tejelő tehénből áll, és annak a szaporulata. Hát a tejtermelésünk az nagyon szép eredményeket mutat. Adta valahol az első 10 és 15. helyen vagyunk az országos listába. Egy 1000 férőhelyes új tehén istállóra nyertünk pályázatot, ami 18 robotos fejű gépből állna. Van egy 100 darabos húsmarha állományunk, sarolé törzs tenyészetünk az itt a szomszédban. Van egy 500-as jó állományunk, a baromfi ágazatunk egy 120 ezer broiler csirkét tud egy rotációba fogadni. Ez azt jelenti, hogy éves szinte mintegy 600 ezer broiler csirkét tudunk előállítani. Az idejében is nagyon sokat beruháztunk. Egy új Jaguar szecskázót vásárolt a cég, egy új Agrifact önjáró permetezőt vásároltunk. A keverőüzemnek a fejlesztése folyamatban van, még ebben az évben, még pályázattal. A keverőüzemnek a tároló részét is fejlesztjük. Egy extrudert fogunk beépíteni. Egy cégnél mindig van fejleszteni való, mindig van lecserélni való. Hát a cég az elmúlt 5 évben több mint 5 milliárd forint beruházás hajtott végre. Egy nagyon jó fiatal gárda van a cégnél, és nagyon fogékony az újra. Én úgy érzem, hogy mindannyian szeretünk kipróbálni új dolgokat, és szeretjük azt utána meg is mutatni a környező gazdáknak is. Itt a mezőgazdaságban minden nap egy kihívás. Tehát minden nap, mikor az ember hajnalba fölébred, akkor végig gondolja azt, hogy a mai napra, meg az elkövetkezendő időszakban mik azok a feladatok, amik megoldásra várnak, és akkor Ezek állandóan pesgésbe tartja az embert, és én úgy gondolom, hogy mindig lehet újat mutatni, meg új eredményeket elérni. Azt gondolom, hogy folyamatosan kihívás alatt tart engem személy szerint is.